Üdvözlöm Önöket a konyhámban, ma ismét itthon, ismét egyedül főzök, és most karácsony előtt utolsó adásban olyan ételekkel készültem Önöknek, amik gyorsan elkészíthetők, pénztárca kímélők, és remélem, hogy Önöknek is a kedvére válnak. Kezdetnek egy hamburgerre hajazó rántott burgonyával készültem. Próbáltam kitalálni, hogy mi az, ami otthon mindenkinek mindenkor meglelhető a háztartásában. Azt hiszem, a krumpli az ilyen alapanyag, talán a zsemle is, a tojás, egy kevés sajt. Hogyha valaki nem darált húst szeretne rakni bele, tehát nem ilyen hamburgerszerűre készíti, biztosan van otthon egy-két szelet sonka elfekvőben, vagy szalonna, úgyhogy ezt is nyugodtan felhasználhatja hozzá. Kezdetnek megpucolom a burgonyát, addig, amíg felhasználom, hideg vízbe fogom áztatni, hogy ne barnuljon meg. Én darált húst találtam itthon, nekem az volt a hétvégi maradékból még, amit nem használtam fel teljes egészében. Ehhez fogok adni egy kis vöröshagymát, fokhagymát, össze fogom gyúrni, tehát egy hamburgerszerű masszát fogok belőle készíteni, és ezt fogom beletölteni a burgonya közé. Megmondom őszintén, hogy ez nem teljesen az én fejemből pattant ki, hanem a hétvégén a kislányommal egy kézilabdatornán voltunk, ahol az egyik szülő rendszeresen jókat szoktunk közben beszélgetni, hogy ki mit főz, ki mit enne. Ő mesélte nekem, hogy ha nincs ideje, akkor szokott készíteni otthon, hogy bacon szeletet tesz két karika burgonya közé, esetleg egy szelet sajtot, bepanírozza, kirántja, és egy teljes értékű ételt kap, igazából gyors, finom, és azt hiszem, hogy a gyerekek is nagyon szívesen fogyasztani fogják. A burgonyát közben fel is szeleteltem. Nem kell, hogy vastagabb szeleteket vágjunk, mint kb. Fél centiméter, hiszen nem fogjuk előfőzni. Két burgonya közé be fogunk rakni egy darabka húst, vagy hát darált húst, és ezt fogjuk bepanírozni és kirántani. Viszont, hogyha túl vastag lesz nekünk a krumplink, akkor nyers marad, vagy pedig, hogyha eléggé megsütjük, akkor pedig a külseje meg fog nagyon égni. Fogok három tányért, hiszen be fogom ezeket panírozni. Az egyikbe rakok is egy kevés lisztet. A burgonyának mindkét felét még a panírozás előtt meg fogom forgatni benne, hogy könnyebben rátapadjon a hús is, és ne csúszom majd ez az egész szét nekünk. Másikba jöhet a tojás. És végül pedig én friss zsemlét fogok felhasználni. Aki nézi a műsort, már többször láthatta, hogy én ezt mindig frissen készítem. Sokkal könnyedebb, pehelyszerűbb lesz majd így a panírunk. Egyszerűen csak beletépkedem egy turmixgépbe. És egy picit összeturmixolom. Én ezt most frissen fogom felhasználni. Látszik, hogy mennyire könnyű, pehelyszerű. De hogyha ezt Önök otthon megszárítják, akkor később is használható, akkor is ugyanilyen pehelyszerű marad, sokkal roppogósabb lesz tőle a panír. A darált húsba én egy kevés sót, borsot, egy pici hagymát és egy pici fokhagymát, zúzott fokhagymát tettem. És hogy jobban rátapadjon ezekre a burgonyaszeletekre, a burgonyának legalább az egyik oldalát belisztezem, azt, amelyikbe fog kerülni nekünk ez a kis darált hús. És még egy dolgot fogok csinálni, csípek egy darab sajtot, ezt fogom a közepébe tenni, és itt szépen köréje halmozom a darált húst. Ha valaki nem elég biztos magában, akkor akár meg is tűzheti egy-két fogpiszkálóval. Fontos, hogy a szélére is jusson bőven a húsból, hiszen ne csak a közepébe érezzük, amikor ráharapunk. És akkor el is kezdhetjük a panírozást. És végül a friss zsemlemorzsa.
igazából ez ennyire egyszerű, és már csak közepes olajban, közepesen forró olajban ki kell ezt rántanunk. Meg vagyok a panírozással, de még maradt nekem egy-két burgonyám, főleg ezek a csúcsosak, ezek annyira könnyen nem lennének panírozhatók, úgyhogy én nem szeretek semmit kidobni, ezt is fel fogom használni, és ebből is hasonlót fogok készíteni, csak golyó formájút, úgyhogy lereszelem a maradék burgonyát, és igazából egy ilyen tócsni-szerű dolgot fogok belőle készíteni, csak golyó formájút, és a közepébe fogom rakni jelen esetben a darált húst, és annak a legközepébe pedig a sajtot. Teszek hozzá egy kevés sót. Egy kevés lisztet, hogy valami összefogja. Kis tojás. Ezt alaposan összegyúrom. És fogok egy darabka húst. A közepébe nyomok egy kis sajtot. Jól becsomagolom. Egy kis golyót formázok belőle. És ennek a külsejét úgymond megpróbálom bepanírozni ezzel a krumplis masszával. Mivel elég ragacsos, van benne liszt is, tojás is, én már csak a zsemle morzsába fogom így beleforgatni, és ezt is hasonló módon közepesen forró olajban fogom kisütni. Tényleg szeretném még egyszer elmondani, hogy nem feltétlenül kell önöknek darált húst beletölteni, nekem most ez volt itthon. Hogyha két vékony szelet békönt, egy szelet sajtot tesznek így a két burgonyakarika közé, az is teljesen tökéletes, nagyon finom füstös ízt tud neki adni. És még egy dolgot fogok majd készíteni ehhez a burgonyás tallérhoz, vagy hát ehhez a kész, mondhatni, burgonyás hamburgerhez. Egy kevés tejfölt fokhagymával, akinek van otthon egy kis petrezselyem, azzal egy ilyen mártogatóst készíthet, és akkor ezzel fogom majd tálalni. Sülnek a kis korongjaink, és addig én elkészítem a fokhagymás tejfölös mártogatóst, amiben fokhagymát reszelek. Teszek bele egy kevés sót, borsot, és mindezt alaposan összekeverem. Ha van otthon még metélőhagyma, vagy bármilyen zöld fűszer, ami szebbé teheti nekünk ezt a mártást, akkor nyugodtan adjuk hozzá. Petrezselyem is tökéletesen megfelel erre. De ha nem elég színes, megtaláljuk így, akkor még egy kis borsot, ha tekerünk bele, vagy egy kis piros paprikát, akkor színesé tehetjük. Közben az első adag burgonyatallérunk már eléggé megpirult, azt gondolom. Ha úgy érezzük, hogy még mindig biztosra akarunk menni, hogy a hús is megsüljön, illetve hogy ne legyen nekünk kemény ez a burgony, akkor egy kicsit tegyük be a sütőbe. És ott is még egy kicsit tovább fog készülni. Úgy tűnik, hogy elkészültek ezek a kis hamis hamburgereink. Én felszek is egyet el belőle. És készen van ugye ez a tejfölös krémünk is. Úgyhogy tálalhatunk. Fogok egy keveset, ide teszem. És elhúzom ezzel a kanállal. Hogy színesebb legyen, szórok bele egy kevés kápia paprikát. Kis petrezselyem zöldet, igazából ez a szára neki. Még színesebbé tehetjük egy-két szelet retekkel. És akkor lássuk, hogy sikerült nekünk ez a kis hamburgerszerűség.
Látszik, hogy folyik benne a sajt, a krumpli is elkészült. Ezt egyszerűen csak így ide teszem, és lássuk a golyót. Óvatosan vágjuk, hogy ne nyomódjon szét. Ennek a belsejében is folyik a sajt. Ezt pedig így, hogy ne legyen teljesen egyforma. Ha még egy icipicit színesebbé szeretnénk tenni, akkor akár fekete dalált olivával még megdíszíthetjük. Én nekem van egy kis pehelysom, ha nem bízunk magunkban, hogy elég sós lett ez nekünk, akkor még szórhatunk egy kicsit a tetejére, vagy akár kicsit durva szeműsót. Remélem egyszerűnek találták, kellőképpen egyszerűnek, pénztárca kímélőnek, és remélem, hogy még karácsony előtt elkészítik. Jó étvágyat kívánok! Remélem, hogy tetszett a főétel. Most próbáltam egy olyan desszerttel készülni, ami talán szintén megtalálható mindenkinek a konyhájában, mármint az alapanyagokat illetően. Illetve nem túl drága. Remélem, hogy van otthon mindenkinek cékla, ha nincs, akkor mindenképpen vegyenek két kisebb darabot. Keksz bármilyen formában azt hiszem, hogy mindenkinél megtalálható. Egy kis csokoládé is, pláne így, hogy most megjött a Mikulás. Sokan a sok Mikulással nem tudnak mit kezdeni. Úgyhogy nem kell ilyen csokoládé pasztillájuk legyen, egyszerűen bármilyen fajta egyszerű csokoládé, tejbevonó, étbevonó megfelel erre. Céklás, kicsit csokoládés keksz golyókat fogunk készíteni, amihez a céklát egy kicsit elő kell sütni. Fogok is egy tepsit most, és beteszem a sütőbe. Nem kell, hogy teljesen megpuhuljon, elég, hogyha 1-1,5 órát sütjük 170 fokon. Fontos, hogy ne legyen annyira darás majd, hogyha ledaráljuk, tehát ne legyen annyira nagyon kemény, de nem kell teljesen pépessé sütnünk. A következő dolog, amit felhasználunk, és azonban le kell, hogy daráljuk, vagy turmixoljuk, az a keksz. Én ehhez most zabkekszet fogok használni, hogy még egészségesebb legyen. Probléma szokott lenni egyébként ilyenkor télen, hogy a gyerekek nem annyira szeretik a gyümölcsöt. Nyáron még csak-csak megeszik az epret, a zöldségekről nem is beszélve. A céklát meg azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kevés gyerek szereti. Úgyhogy így egy kicsit bele tudjuk csempészni a gyerekeknek az étrendjébe. Azt mondom, hogy örülhetnek is, megkapnak egy kis édességet, de mégis van benne egy kis vitamin. A kekszet teljesen porrá daráltam, és ami még kelleni fog hozzá, ez a csokoládé, amit szintén vagy ledarálunk, vagy lereszelünk, vagy egy kicsit megolvasztunk. Nagyon alacsony hőfokon, vagy egy vízfürdőt teszünk alája. Ott fontos, hogy teljesen a víz ne jöjjön ki, tehát hogy teljesen zárja az alsó edény a felsőt, hogy a gőzben maradhasson, így könnyebben megolvad a csokoládé, különben a gőz kicsap mellette, és akkor esetleg balesetet is okozhat. Vagy másik megoldás, hogyha teljesen forrón kiszedjük a céklákat a sütőből, lereszeljük, vagy ledaráljuk, és arra rakjuk a csokoládét, hiszen akkor is el fog nekünk olvadni, akkor nem kell lábosban melegítenünk külön a csokoládét. Fogom a kekszet, kiburítom egy keverőtálba, és kiveszem a kész céklát, ami már több mint egy órát volt a sütőben, reméljük, hogy ez elegendő lesz. És ha nem túl forró, kicsit várunk, hogy hűljön, akkor egyszerűen meg kell pucoljuk. Egyébként így sokkal szebb a színe is, szebb színe marad, mint hogyha főznénk. Meg én azt gondolom, hogy értékesebb ízanyagok is bennmaradnak a céklában. Ha még elég langyos, vagy elég meleg a céklánk, akkor egyszerűen a csokoládét is hozzá fogjuk adni, és az egészet egybe fogjuk darálni. Ha valaki úgy gondolja, hogy ez a csokoládé nem lesz eléggé édes a gyereknek, vagy ez a csokoládé mennyiség nem lesz eléggé megfelelő ahhoz, hogy a gyerek megegye ezt a csalóka céklás süteményt, akkor még nyugodtan csempészhetünk bele egy-két kanál mézet, és akkor biztosan elegendő lesz, és a kicsik is szívesebben fogják fogyasztani. Hozzáadom még a csokoládét.
Meg vagyunk tehát ezzel a csokoládé céklával is. Óvatosan kiszedjük. Nem kell teljesen pépesre darálni, nem baj, ha a cékla egy kicsit még tud ropogni a fogunk alatt. És még egy dolog kell hozzá, egy kis teavaj. Ha valaki nem fogyaszt vajat, én nem javaslom a margarint, mert egyáltalán nem tartom egészségesnek, akkor nyugodtan egy kis kókuszsírt adhat hozzá, attól is egy kicsit kókuszosabb, kicsit érdekesebb íze lesz neki. Fontos, hogy ilyen könnyen formázható masszát kapjunk. Ha túlságosan puha, akkor még betehetjük egy kicsit a hűtőbe, és akkor könnyebben fogunk belőle golyókat formázni. És azért, hogy ne ragadjon majd ez, amikor kitesszük egy tálra, vagy odaadjuk a gyerekeknek, akkor nyugodtan egy kis szeletelt mandulába, darázd mandulába, vagy mogyoróba, esetleg egy kis kakaóporba, vagy fahéjas kakaóporba. Most, hogy így jön a karácsony, azért a fahéj, meg a szegfűszeg nagyon kedvelt fűszerek, meg azt gondolom, hogy megadják a karácsonynak a jellegzetes ízeit, illatait, hogy nyugodtan azt is csempészhetnek bele, vagy beleforgathatják ezeket a kis golyókat. Én fogok egy kevés mandulát, meg is lehet pirítani egy picit, úgy még erőteljesebb, izgalmasabb íze lesz. Aki nagyon szereti az édeset, az hagyhatja így. Nekem ez egy picit túl édes, úgyhogy bármennyire fura, egy icipici balzsamkrémet, azaz redukált balzsamecetet fogok belecsempészni. Egy kicsi savat ad ez neki, meg még erőteljesebb színe lesz tőle. Még egyszer összekeverem. Ez tényleg nagyon laza, tehát nem ártana betenni a hűtőbe, hogyha formázni szeretnénk. Azért én most megpróbálkozom vele így. Veszek egy adagot. Belehempergetem így ebbe a kis mandulába. A másikat egy kis darált őrölt fahéjba fogom forgatni. Ez túlságosan erős lenne, akkor nyugodtan kakaópor és fahéj keverékébe is forgathatják. Ha egyébként valaki nagyon türelmes, vagy eléggé türelmes, ezt egy kicsit kilapítja, és egy ilyen deszkán beteszi a hűtőbe, a tetejére tud csokoládét önteni, és akár ilyen kis kockákat is tud belőle vágni. Közben még körbenéztem itthon, van egy kis céklaporom, hogyha már céklával dolgozunk. Bárhol lehet kapni egyébként, ahol ilyen különleges fűszereket lehet kapni, delikátokban főleg. És van egy kis zöld teaporom is, ami azt gondolom, hogy még jól tud ezen kinézni. És akkor csináljunk még egy ilyen ízűt. Azt gondolom, a zöldtárs az lehet, hogy a gyerekeknek annyira nem fog ízleni, de hát nem csak a gyerekeknek készítjük ezt, hanem magunknak is. És így még színesebbé tudjuk tenni ezt az egészet. Ha mindez még mindig nem lenne elég meggyőző a gyerekeknek, akkor azt gondolom, egy kevés csokoládét még nyugodtan csorgathatnak a tetejére. Remélem, hogy kellőképpen egészségesnek és egyszerűnek tartották a mai ételeket, és azt is remélem, hogy el fogják készíteni. 2 hét múlva a karácsonyi adáson ismét találkozunk. Viszontlátásra!